cél a sportág népszerűsítése. Így nyilatkoztak a szervezők az idei nagykálói amatőr strandröplabda bajnokságról, ahová 8 csapat adta le előzetesen a nevezését. A nagykálói röplabda egyesület életében már hagyomány a nyári strandröplabda bajnokság szervezése. Idén azonban rögtön 3-szor is megrendezik majd a sporteseményt. Eddig úgy volt mindig, hogy nyaranta egyet csinálnunk, egy ilyen nagyobb kiterjedésű, sokkal több csapattal. Viszont azt szerettük volna, hogy sokkal több bajnokságot szervezzünk, és minél több csapatot meghívni, hogy több esemény legyen. Eddig egy esemény volt, most vagy volt az időpont, vagy nem nyár van, ugye nyaralnak az emberek, így legalább mindenki el tudjon legalább egyszer a strandra, ezért tervezzük azt, hogy 3-at fogunk csinálni az idei strandon, meg is ez az első, és akkor hát az ötlet az pedig onnan jött, hogy szeretjük a röplabdát, semmi más, mindenki szeret játszani. Az, hogy 2 hét felkészülési időnk volt, mert nagyon hirtelen jött az ötlet, hogy július 7-énre, tehát hogy erre a hétvégére rakjuk össze ezt a dolgot. Ehhez képest 8 csapat jött össze, több mint 25 fővel, úgyhogy reméljük, hogy a következőre, amikor már több időnk lesz felkészülni, több emberre tudunk felkészülni, akkor még több csapat fog eljönni. Már benne vagyunk a napban, eddig mi a véleményed, milyen ez a torna? Mindenképpen színvonalasabb, mint amire vártunk. Egyébként amatőr bajnokságnak lett meghirdetve a dolog. Végül is nagyon sok régi extraligás játékos van jelen, illetve nagyon jó lányokkal is kiegészültek a csapatok, tehát nem rontják a színvonalat, ahogy szokták ezt mondani, a fiúk színvonalát, úgyhogy nagyon jó meccseket láthatunk, szerintem aki itt a mindenki élvezi. A szervezők 3 fős, legalább 1 lánnyal felálló csapatoknak hirdették meg az idei bajnokságot, akik 2 csoportban, 4-4 csapattal, körmérkőzéses lebonyolításban küzdöttek a torna győzelemért. Csapattársaim, hát volt csapattársam a nagykálói csapatból, amikor még itt játszottam, Nyirati Péter, valamint most már Debreceni Egyetemen röplabdázgatok, így baráti társasággal, onnan pedig a leányzott Váradi Dórát hívtam el játszani. Ismerjük egymást már ide, szeretünk együtt játszani, azért rájöttünk, és ezért is jöttünk el, hogy jól érezzük magunkat. Volt esetleg valami olyan terv, cél, kitűzés, hogy hogyan is szeretnétek zárni ezt a mai napot? Szeretnék nyerni egy meccset, ez most sikerült. Sikerült egy győzelmet hoznunk, aztán az eredmény nem lényeg, szóval az a lényeg, hogy itt vagyunk, jól érezzük magunkat, végre találkozok a volt csapattársaimmal, strandolunk egy kicsit, jó idő van, és azért jöttünk. Mikor kezdtél el röplabdázni, és hogyan jött ez a megszállottság? Még annak idején az Arany János középiskolába jártam, és hát már alsó tagozatban is ott jártam, 8-osztályos gimnáziumban jártam, és akkor volt egy ilyen tömegsport meghirdetve, és ott Balogh István kezei alatt végül röplabdázni kezdtünk el, és ott a gimnázium alatt végig folyamatosan játszottunk, több tornán is részt vettünk, megyei bajnokságban is szerepeltünk, aztán utána érettségi után 3 évet kihagytam, és utána kerültem ide a nagykálói csapathoz, ahol meg is nyertük egyből a bajnoki címet, a megyei bajnokságot, egy nagyon sikeres év volt a csapat szempontjából is. Utána volt itt egy strandröplabda verseny, ugyanígy Nagykálóba, ahol éppen pont Nyirati Péterrel lettünk első helyezettek, tavaly pedig második helyet sikerült szereznünk. Bár ez egy amatőr bajnokság, ugye te is versenyszerűen röplabdáztál, illetve vannak többen is a csapatok között. Hogy látod, milyen a torna, mind színvonalra, mind hangulatra? Hangulatra mindenféleképpen nagyon jó, tehát Barcsik Norbert a szervező, nagyon jó ismerősöm, ő mindig gondoskodik erről, hogy jó hangulat legyen. A színvonal pedig szerintem évről évre javul a nagykálói tornákon, és engem például nagyon meglepett, hogy most ilyen erős csapatok indultak el. Attól függetlenül, hogy nincsen 10 csapat, talán csak 8, de szerintem ez most egy nagyon erős mezőny. Izgalmas mérkőzésekben sem volt hiány az idei tornán. A szervezők azt mondják, egy ilyen eseményen elsődleges a játék és a jó hangulat. Így remélik, a következő 2 tornán még több csapat kapcsolódik majd be a megmérettetésekbe.